Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy őrült bárányt fogunk bezárni a Minecraftban, lehetőleg egy börtönbe. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, de én még őrült bárányokkal nem nagyon találkoztam a Minecraftba, szóval biztos, hogy érdekes lesz. Nem tudom, hogy miért kell őt igazából bezárni, de hát mit tudom én, lehet, hogy elvégeznek rajta majd valami kísérleteket, hogy miért őrült egyáltalán, vagy lehet, hogy megpróbálják kevéssé őrültét csinálni, de elvileg nagyon őrültnek tűnik a embereknek, akik azt mondták, hogy zárjam be. Szóval majd meglátjuk, gyorsan csinálunk pár kis alapcuccot, hogy azért mégiscsak egy őrült személyhez, aki nem tudom, hogy esetleg nekem támad, vagy bármi, mégiscsak valahogy majd be tudjuk őt fedni. Ebbe a chestbe lesznek majd amúgy a cuccok, amivel majd be kell őt majd zárni. Így is van, meg kapunk egy kis kaját is, kapunk ilyen sisakot, meg csizmát. Nagyon király, 6 darab kő, az remélem, hogy elég lesz, de szerintem így is van, királyság. Csinálunk még gyorsan akkor egy fabaltát is, és meg is indulhatunk. Amúgy srácok, valami van, ami nagyon-nagyon idegesít engem a nyárban, az nem más, mint a szúnyogok. Ki nem állhatom, amikor este próbálok aludni, nem nyithatom ki az ablakot, tehát hogy olyan, hogy friss levegő bejöjjön a szobába, vagyis úgymond a lakásomba, olyan nincsen, tehát az lehetetlen, de az, hogy hogy tehát még tehát van olyan, hogy ki se nyitom a izémet, a ablakomat, és tele van vagy 10 darab szúnyoggal a lakásom, amivel, úristen, ami engem nagyon felidegesít. Ott van őrült, úristen, az, jó, oké, ő tényleg őrült, oké, rendben van, akkor, nem tudom, oda megyek majd, és szépen megkérem szerintem, hogy hadd zárjam be. De, úristen, ez tud repülni is, srácok, akkor valami hatalmas. Hello, hello, szia, szerintem, úristen, szerintem lát engem, legalábbis remélem, hogy lát. Most mi van, most lefagyott? Milyen aranyos menni, menjünk már oda, nézzük meg. Lol, van egy kőkarja. Ne már, ne már, ne, 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 engem ne, engem ne ütöges. Öli a bárányokat is, mi van? Ők veled vannak, ha, öli a bárányokat, srácok. Hallod? Ezt hagyd már abba! Nem öltöd a bárányokat, figyelj, várjál! Építek neked egy házikot, figyelj! Mit fejgyújtja? Ember, vagy mi a te bárány? Állat! Hagyd abba, hallod? Nézd, figyelj ide, figyelj rám, itt mögötted, nézd, vagy mögötted vagyok, haló, 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 ír valamit. Lehet, hogy írni normálisan tud, hogyha már, oké, rendben van, őrült bárány, építek neked szép házikot, jó, királyság, szerintem mi értünk igen egymás nyelvén. Figyelj, hogyha egy azvdasd, az azt jelenti, hogy igen, kettő azvdasd, azt jelenti, hogy nem. Szóval építek neked egy szép házikot, oké? Örülsz neki? Ja, jó, oké, nem, ez nagyon nemet jelent, jó. Figyelj, várjál, nagyon, jó, mindegy, akkor én szerintem így a közeléből én inkább elmegyek, jó, mindegy, várjátok srácok, építünk ide egy házikót, vagy házikót, na, megépítjük a börtönt, most már nem kell itt így ilyeneket mondanom, hogy házikó, mert ő már nincsen itt, most komolyan követ engem? Itt lesz a szép házad, látod? Mit csinál? Mit csinálsz? Nem már! Ne ronts szét a börtönt, vagy házikót, na! Itt lesz a szép új házad! Hallod? Hát ezt mások, a többi bárány meg fogja tőled irigyelni, olyan szép lesz majd, jó, rendben van, de ez a kommunikáció, ez szerintem tökéletes. Srácok, majd valaki szerintem fordítsa le nekem a kommentbe, mert én, hogy ezt nem értem. Jó, oké, rendben van, ezeket légy szíves, ne az új házadba írd, mert nem tenne jót a dizájnjának, jó? Most komolyan? Most komolyan itt kell gyújtogatnod? De mindegy, jó, rendben, légy szíves, őrült bárány! Azt sem tudom, hogy egyetlen te hogy kerültél ide a Minecraft, úristen, Minecraft dimenziójába, de ezt ne itt, jó? Na, várjál egy kicsit, mindjárt itt lesz a szép izéd, tökéletes, szép, nagy lesz, látod? Még bedrockból is van, csak azért, hogy megvédjen téged, látod? Milyen sok indulatúan gondolkozok feléd, na. Várjál, megcsináljuk szépen a tetőt, írt valami értelmeset? Yeah. Istenem. Jaj, yeah. Nagyon örül, ahogy látom, jó. Várjál, legyen szép nagy a teteje? Legyen szép nagy, igen. Jaj, annyira vicces. Jó, várjál, szép nagy.
Szép nagy lesz, várjál. Várjál, szép nagyra megcsináljuk, jó. Csak nem, nézzétek meg, nem bírom építeni, mert ide áll elém. Jó, ezt így szépen. Szüpp nagy. Szip nagy. Tökéletes, így is van, szip nagy ház. Na, várjál, várjál kicsikét, így is van. Tökéletes, most mi van? Miért irkálsz ide? Na, azt a táblát is ott kiütjük, amit odarakott. Mit ír? Segítsek? Ne segíts, légy szíves, könyörgöm, várjál, itt lesz az ajtó, csak ezt ne fedjem meg, nem tudok én ide új ajtót csinálni. Jó, okés, ide szépen, na várjatok, hol az ajtó? Itt az ajtó, jó, okés. Így ezt szépen lerakjuk, itt lesz így a kar, tökéletes, na várjál, itt a tetőt még be kéne, de gyönyörű lett, jól van, na, várjál, most mit csinálsz? Mit csinálsz? Ez nem ház! De bárány, gyere be ide! Most komolyan, te be akartál? Nem fogsz ide engem bezárni. Menjél be szépen, gyere ide be, gyere, oda be, menjél be, bárány, nézd, várjál, gyapjú, ezt tuti szereti, vagy sült birkahús, na, bárány, haló, nézd, de most mi van, ide, menjél be, gyere már be, bejön, mi van most, te engem be akarsz ide zárni? Nem fogsz tudni bezárni, mondjad, na, menjél be. Ott vár, elszírte! Mi van? Mi az, hogy... de jó, tessék, bejövök, látod? Nagyszerű, hallod, örült bárány, tök szép! Látod, tök jó tágas! Tök jó itt! Na, most eljössz! Yeah! Oké, na, figyelj! Gyere be! Gyere most te... Várj, itt... Most ez komoly? Na, várj, itt lesz az ágyod, látod? Itt lesz az ágyad, csak... Ja. Ó, ügyes vagy, látod? Úgy van. Ez lesz itt szépen az ágyad, tökéletes. Itt lesz a sült birkahús, és itt leszünk a cuccaid. Na, ne akarj engem. Jó, rendben van, hát akkor én de bezárlak. Hello, szia! Na, srácok, besikerült zárni, Mi van? Ne! Hogy jöttél ki? Hogy ütötte ki a vasajtót, srácok? Most ez komoly? Hogy... De őrült bárány, ezt hogy csináltad? Ez nem senkinek, most... Jó, értem, tehát te ilyen... Jó, oké, rendben, hallod, menj már vissza, légy szél kicsit, menj vissza. nem tetszik a ház, vagy mi? Mi? Na, hallod, nem tetszik a ház, nem? Várjál, vigyek be neked barátokat? Jó, oké, viszek, várjál, viszek be neked bárányokat, ezek majd elszórakoztatnak, legalábbis gondolom. Jó, egy bárány. Pahi, Istenem. Várjál, beviszek még egy bárányt. Mit ír, várjál. Öt darab barit? Na hagyjál már. Annyit nem tudom, hogy fogok összeszedegetni még úgy, hogy gabonám sincs itt tologatni. Jó, beviszek, mit tudom én, 3 bárányt. Azzal elégedj meg, jó? Na, oké, köszi szépen. Na, oké, és itt van még egy, lesz egy szürke barátod is, várjál. Hozom a barátodat. És vele majd eljátszol szépen, és mi az? Adoháhom, az nem tudom, hogy mit jelent, de nagyon izgalmas lehet. Várj, ez most el akar menekülni, ne menekülj, menj vissza, de nem már, most jó, mindegy, elment, jöhet, akkor viszont fehéret, most nem tudok nagyon velem mit csinálni. Édes Istenem, mit, annyit kell, nem mozog, ne üsd már ki a gyapjút, meg kijönnek a barátaid. Édes Istenem, na, amikor szólok, akkor üsd ki, jó? Remélem, hogy ennyit legalább értesz. Na, most üsd ki a gyapjút. Na, üssed, jó, oké. Vigyük, de, ó, Istenem. Nem már! Mennyit kell itt ezzel szem... Na, adja, azt ad oda, adod nekem. Úgy van, jó, oké. Gyertek, barátaim, gyertek szépen be, na, várjatok, jó. Jó, egy megvan, srácok. Még egy, meg aztán még egy. Jó, kettő, okés. Jó, várjatok. Jó, megvan, cső, oké. Ma megyél már be, jó, oké. Megvagyunk, befettük, jó. Be tudtuk zárni őrült bárányt. Mondjuk 3 darab bárány bement vele, de nem tudom, majd mit tudom én, meg lesz velük. Hát, srácok, ez egy nagyon érdekes videó lett, nem tudom, hogy most erre mit mondjak. De hát meg tudtuk nagyjából csinálni, be tudtuk azért zárni őrült bárányt. Itt remélem az innen már nem nagyon fog tudni kitörni. Hát srácok, köszönöm szépen, itt voltatok ebben ennél a videónál. Hogyha tetszett, akkor csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Én Dali voltam, és tényleg köszönöm szépen a figyelmet.
Sziasztok! Van egy nagyon fontos feladatom a számotokra, srácok. Nyomjátok meg a like gombot ennél a videónál, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és nyomjátok meg a csengőt ugye át a videó mellett, és a leírásban található linkek közül nyissátok meg a Twitch csatornámat, kérlek szépen, és hogy esetleg nincsen Twitch jó fiókotok, akkor regisztráljatok, vagy ha már van, akkor kérlek titeket, kövessetek be ugye Twitchen is. Mostanában itt található majd többféle stream is, nem csak Minecraft, másféle játékokkal is fogok játszani. Ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem, szóval remélem, hogy ezt meg fogjátok tenni. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!